Gábor. Herezen túl vagyunk, és most éppen egy Teres-Roli verseny elé nézel. Először Herezről egy pár szóval. Mi történt? Terezben lényegében nem volt rossz a verseny, ugye az első startom nagyon jól sikerült. Pillanatok alatt az első helyen voltam, mert volt valami szennyeződés a pályán, és nagyon sokan elestek. Aztán egy új rajtot követően végülis a 9. helyen értem célba, ami egy picit jobbra számítottam, de talán jobb is, hogy így történt, mert ez volt a valóság. Igazából a leggyorsabb köröm nem volt rosszabb, mint a többiek ide. A csatában nem tudtam elég agresszív lenni, lehet ezt úgy mondani, nem tudtam előzni, és ez még mindig a setupok miatt van. Most jönnek újabb ötletek, hogy mit fogunk állítani a motoron. A sikánban kicsit nehéz, és a féktávokon tolja a motor az elejét. Előbb-utóbb szerintem megtaláljuk, hogy mi az, ami kell, és akkor tudok lenni az első között. Ez a pattogás, ez még mindig nem derült ki? Hát van még mindig a chattering problémánk, de nem annyira, mint a kateri versenyen, úgyhogy ha egy dolgot szeretnék most mondani, hogy hogyan lehet még gyorsabb, akkor a féktávokat szeretném későbbre hagyni, és jobban megfékezni a motor. A pattogás az jelent van, de nem csak az én motoromnál, hanem más csapatoknál is, de nem ez a fő gondom. Mire számítasz a Teres-Roli versenyen? Te első ilyen versenyen, ezt itt is megpróbáltatod magad, úgymond. Lopár technikai sportban láttunk már, de ebben még nem. Hát számomra ez egy idegen dolog, de köszönöm a lehetőséget a szponzoraimnak és Szalai Dakartimnek, hogy rám gondoltak, hogy kipróbálják egy ilyen technikát. Ugye a navigátorom a Stefano lesz, a menedzserem, barátom, illetve barátom menedzserem, igen, mit szeretném mondani. És számunkra ez egy buli, persze komolyan veszünk, de tudtunk menni eddig két tesztelésen, ez nem azt jelenti, hogy most tudjuk, hogy miről szól ez a sport, minden kérdés ez számunkra. Biztos lesznek olyan szakaszok, ahol gyorsak leszünk, de a terepről ez másról szól, mint hogy gyors legyél. Fontos a ritmus, és hogy felismerd a terepet, hogy merre kell menni, el lehet tévedni. Ez sok minden nehéz dolog vár még ránk, de... Két személyes pont. Igen, de nagyon szeretek vezetni ezt az autót, már jól viselkedik, és élvezni. Mivel lennél elégedett a verseny végén? Hát erre nehéz válaszolni. Nem tudom, hogy hány versenyző van, és hogy melyik kategóriában fogunk menni, ezek most dőlnek el. Szeretnék élvezni a versenyt, és szeretném, hogy sokan szurkolnának, és lennének olyan szakaszok, ahol a leggyorsabbak közé tartozunk, talán ez lehet a cél. Jó, akkor gyorsan Le Mans. Mire számítasz? Hát Le Mans már nagyon várom. Többször beszéltem már a mérnökeimmel. Új futóműváltásokat fogunk használni, és bízok abban, hogy jobb hétvége lesz, mint a Katari és a hegy jelent. Ez azért biztató volt, hogyha nem van, és így kezdesz be, akkor nem lesz ez a vészen szerintem. A Harris-i pályán nagyon sok csapatnak megvoltak a setupjai a tesztekről, nekünk kevésbé, úgyhogy a többiek talán egy kicsit előnyben voltak. Szerintem kell nekünk még egy verseny, de Mugello Barcelona az már biztos, hogy jobb lesz. A milánói beszélek már, a Le Mans-i egyenes, elég hosszú és gyors. Mennyire erőteljes a motorot, hogy érzed, hogy itt versenyképes lesz a Le? A motor nagyon gyors az egyenesben, jók az érzőnyük a jellemek a motoron. Én egy könnyű versenyzőnek számítok ebben a kategóriában, és úgy látszik, hogy a kisorsolt motorblokk jól működik, úgyhogy ezzel nem szeretnék panaszkodni, jó a motor nagyon. Oké, hajrá!